Most nem kérdezte meg tőlem, na mindegy. No hát, szia Flóra! Szia Anna! Köszöntök mindenkit! Mi most az áprilisban megrendezendő elegyestek kapcsán fogunk beszélgetni egy kicsit rólad, meg a munkásságodról, meg hogy mit fogsz ott megmutatni nekünk. Ha jól értem, akkor mind a két nap készülsz nekünk valamivel, de mielőtt ebben belemennénk ilyen részletesen, hogy mit is fogsz csinálni, előtte azt szeretném egy picit, hogyha tudsz, akkor mesélnél arról, hogy hogyan is kezdődött neked ez a tánc, meg a mozgás. Hogy mi esetleg az az első meghatározó emléked a táncról, vagy a mozgásról? Uff, jó rég volt. Nehéz? Hát nekem az az emlékem a táncról, és ezt szoktam úgy mondani, ha ezt kérdezik tőlem, hogy úgy éreztem, hogy ezzel úgy mindig akarok foglalkozni, ezért ha már soha nem fogom tudni abba hagyni, akkor kénytelen leszek ezt úgy vállalni, hogy akkor ezzel fog foglalkozni. Igen. Tehát tényleg már az óviskorban a jazz balett órára is emlékszem, tehát hogy ilyen szintű, és onnantól nem hagytam abba, tehát hogy nem volt szünet. A stílusokban voltak kanyarok, igen, sok, azért több mindent kipróbáltam, és lehet, hogy még lesznek is, tehát nem mondom, hogy most akkor most kész vagyok. De igen, hát ez egy folyamat, ez biztos. Igen, igen, de hogy így igazából nem volt úgy, hogy ez nincs. Tehát nem lett választva, hanem ő tánc választott engem. Értem. Aha. Tehát azt mondod, hogy ez nem annyira egy tudatos döntés volt, inkább egy ilyen intuíció, vagy egy ilyen... Igen. Tehát biztos is, hogy így indult, hogy erre úgy mindig szükségem volt, voltak mellette más, mert tanultam zenélni is, tehát hogy így más dolgokat is tanultam, és azokat el tudtam lassan engedni, és ez volt az, amit nem tudtam egyébként, és akkor így onnantól már tudatos volt, hogy ilyen önismereti út volt ez, hogy ha ezt nem fogom elengedni, akkor ezzel fogok foglalkozni. Igen, értem. Értem. És arról egy picit tudsz mesélni, hogy miért pont, vagy hogy azt mondod, hogy voltak különböző kanyarok ide-oda, de hogy miért pont a kortárs tánc az, amivel most foglalkozol főleg? Hát ez érdekes, ez szerintem mindig ilyen véletlenek alapján kanyarodtam erre. Nekem azért a tínédzser koromat még nagyon a balett hatotta át, és igazából ilyen 15-6 felé mentem el modern, kortárs órákra kíváncsiságból. Én akkor még nagyon csináltam ilyet, és erre emlékszem, hogy még sokan így meg is hőköltek, hogy ilyen tök ismeretlenül mentem szívesen órákra, és akkor így hajtott az a kíváncsiság. Tehát, hogy igazából elkezdett érdekelni és tetszeni az akkor úgy Budapesten ilyen esti órákat tartó embereknek is az órái, tehát hogy tényleg minden este valahol voltam. És akkor így szépen át is folytam ebbe. Nekem elég sokáig, tehát ez egy 20 éves koromig aktív volt a balett életem is, úgymond. De ilyen véletlenül úgy jött ki, hogy amikor érettségiztem és felvételiztem a Magyar Táncművészeti Főiskolára, akkor csak modern indult, és akkor azt mondtam, hogy nem baj, akkor én arra fogok felvételizni, mert azt hiszem balettet csak 2 évente indítottak, akkor valahogy így volt. Ja, értem, és vagy egyik évben balettet, másikban modern, nem emlékszem pontosan, de abban az évben pont modern volt, és akkor mondtam, hogy jó, akkor mindegy, csak el akarom kezdeni. Persze. És akkor ilyen egy év ez is, meg az is volt az életemben, és onnantól igazából utána már kortárs lehetőségek adottak, és akkor így már abba folytam bele jobban. Ez érdekes nagyon. Aha. És ami még engem nagyon érdekelne, hogy nem csak táncos vagy, hanem koreográfus is, illetve tanítasz is, és hogy ezek hogyan működnek együtt, szóval, hogy azt gondolom, hogy az más, amikor az ember alkotó, meg más gondolom, amikor táncos vagy egy darabban, hogy ennek mik a, nem is tudom, talán a különbségei ezeknek a szerepeknek, vagy mi az, amit élvezel az egyikben, mi az, amit a másikban. Igen, különbözőek valóban. Mindegyiknek van szépsége, meg nehézsége is. Én mindig is szerettem tanítani, nekem az egész családom az pedagógus valamilyen szinten mindenki, és akkor én már tiniként is szerettem tanítani a
osztályomat, tehát hogy nekem ez egyébként mindig így a véremben volt, hogy tanítani, és másfelől pedig érzekes szoktam így még mondani, egy ilyen morális kötelességet is, hogyha én is kaptam annyi mindent másoktól, akkor azt oké, használom az én művészetemnek, de tovább, tehát hogy van valami kötelesség is szerintem, hogy tovább is kell adnom. És emellett szeretem is, tehát hogy ez egy tényleg jó összeállás. Nem tudnám elképzelni, hogy napi 8 órában csak tanít, de szerintem az is nagyon kiürítő. És mint hogy mondjuk táncos meg koreográfus, nekem az utóbbi 4-5 évben azért több koreográfusi dolog adódott, vagy hát saját darabjaimban végül is táncolok. Igen. Az általában ilyen kettős szerep, de ez részben azért adódott így, mert pont ugye külföldről is hazajöttem 17-ben, tehát már jó 5 éve nem is voltam előtte itthon, tehát kevesen ismertek így a fiatalok közül, akik nagyon most frissek voltak rá. Részben azért is, mert született kislányom ugye 18-ban, tehát akkor azért az is egy kicsit visszavetett, hogy az én időbeosztásomhoz nagyon nehéz bármelyik projektnek igazodni, tehát akkor azt tudtam csinálni, hogy a saját időbeosztásomhoz igazítottam más. Igen, ez pontosan így volt, hogy láttam, hogy ha valamit akarok csinálni, akkor így tudok csinálni, hogyha én vezetem. Aminek egyébként van egy nehézsége is, hogy én vagyok a minden a projekt vezető, tehát ez valami is. Tehát egy plusz felelősség, igazából ezt látom mondjuk különbségnek, hogy ha, mint most éppen a Mártával fut egy az ő projektjében, én mint táncos veszek részt, hogy egy nagyobb felelősségű szint, mert át kell látni a folyamatokat, mindenkivel egyeztetni kell, de. Tehát ilyen szinten meg egyfajta úgy könnyebbség csak idézelve táncosnak lenni egy projektben, hogy az input része, amit én kapok, az több tud lenni, mert vagy ez az én tapasztalatom, mert ez a sok felelősség szervezése járó, összehangolása járó feladat, ez akkor nincs. Úgyhogy mondjuk ebbe más, úgy, hogyha mint hogy én, hogy eddig, amiket alkottam, abban benne is voltam, így, mint táncos szerep azért hasonló, tehát akkor is oda kell tennem magam. Az világos, hogy ez ugyanannyi energia, igen, csak gondolom, az más, amikor önmagadat instruálod kvázi, vagy önmagadon alakítasz, mint mondjuk már. De olyan is van, hogy te nem veszel részt a darabban, és más... Kicsit szeretnék ilyet csinálni. Még... Most gondolkodom, hogy volt, de szerintem nem vagy nagyon elvétve, de vagy olyan volt, hogy mikor terhes voltam, átvették tőlem. Na, ilyenek voltak. Aha, értem. De hogy direkt másra írtam, nem volt. Szeretnék. Ennek azt hiszem elsősorban egyelőre egy kicsit a projekt ötleteim anyagi indokai voltak. Mert akkor ugye még egy ember kell. Persze. Igen, világos. Social egyet, ha nagyon akarnám, akkor biztos, hogy ki lehetett volna mindenből kalkulálni. Nyilván én is, bennem is van egy ilyen vágy, hogy én is szeretek színpadra állni, és mivel a kislányom születésekor ez így kvázi ez tűnt megvalósíthatónak, hogy ha akarok alkotni, akkor nekem kell szerveznem az időbeosztást, akkor mindent. Így ez picit így összemosódott, hogy akkor én is szerepelek. Nincs kizárva számomra, tehát én el tudom képzelni, ha úgy már most is foglalkoztat a gondolat, de remélem még van egy pár évem dolgozni, és akkor majd ilyen lehetőség is adódik. Biztos van. De miért gondolod, hogy ez egy ilyen limitált dolog, hogy az ember meddig lehet... táncos, vagy nem, de azt látom, hogy van, aki abszolút szinte azonnal fiatalon úgy kezd el alkotni, hogy a kívülről nézi, és olyan is van, aki mindig ilyen nagyon kooperatívan, hogy mi négyen alkotjuk, és mind a négyen benne vagyunk, és mindegy. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egy kicsit, vagy hát van, aki nyilván vegyes, ez a harmadik verzió. És én azt hiszem, hogy majd, ha már így több-több évet és több-több darabot jegyzek, meg alkotást, akkor valószínűleg a vegyes leszek, hogy így is lesz, meg úgy is, de most még egyelőre olyanok vannak, ahol én is benne vagyok, igen. Ez érdekes nagyon, amit mondasz. Jó, akkor térjünk át egy kicsit arra, hogy mi is fog történni április 13-án meg 14-én. Ha jól értem, akkor mind a két este lesz valami történés. Az első este, tehát április 13-án szerdán
az Egy az Egyben című darabot fogjátok bemutatni, és hogyha jól tájékozottam, akkor ez már többször bemutatásra került ez a darab, és most egy ilyen rövidebb verziót fogunk belőle látni, és hogy az a kérdésem, hogy hogyan alakult ez, hogy miért pont ezt akarjátok most, miben más, mint amit eddig csináltatok. Igen, az Egy az Ember, Egy az Egybennek már nagyon sok verziója volt. Azt mondom, hogy a bő egy éves pályafutása alatt, hát azt hiszem 7-szer adtuk elő, vagy 6-szor egy év alatt, ami tényleg nagyon-nagyon jó. Sok, igen, ez nagyon eszmetlen, boldog vagyunk. De ez azt jelenti, hogy ennek volt mondjuk 10 perces változata is, csak ilyen pop-up performance, tehát, és mi azt is számoljuk, mert az is valahogy ebből született. Hát ez onnan indult, az Egy az Egyben, én 17-ben csináltam, igen, 17 tavaszán egy ilyen kis 10 perces, 12 perces kis teljes csöndre készített, illetve hát saját hangjaimat használom, de nincs benne zene szóló. És utána ez így, hát kicsit meg is állt ez az egy projekt, mert aztán jött az én kisbabám, aztán jött az első IZP lehetőség, ami egy másik darab, de amikor ennek a másik darabnak a vége felé jártam, akkor így előjött belőlem, hogy ezzel a régi szólócskával lehetne foglalkozni, és akkor mint ezt alapot felhasználva, én beadtam egy új pályázatot, hogy ebből egy kibővítjük az Ádámmal, a Horváth Ádámmal, és akkor ebből lesz egy teljes estés darab. És így lett végül is az Egy az Egyben 2020 őszén. És közben is voltak állomások, tehát volt, és egyébként ami most itt majd lesz, az egy olyan állomása volt ennek a folyamatnak, hogy volt nekem ez a néma szólóm, úgymond, és ehhez az Ádám írt zenét, ami már egy picit meghosszabbította a dolgokat, tehát nem, akkor így lett egy olyan 25 perc, de hogy még nem volt ugye az a rengeteg interakció, ami a végső verzióban, vagy végső, hát vagy a teljes, most teljesnek a verzióban benne van, de hogy először ez volt a legelső lépésünk, hogy ő ehhez a már meglévő anyaghoz írt zenét, és akkor innen ugrottunk tovább, hogy és még milyen jeleneteket szeretnénk belerakni. Tehát így értve sok verziója született már, a 10 percestől az egész estésig, és akkor ezeket úgy hálegnek tudjuk variálni ilyen helyzetekben, hogy éppen mi illene oda. És most ezt is választottuk, nyilván egy ilyen közös megegyezés, hogy mi is illene bele a mai programba, hogy mi még ezt szeretnénk vinni, úgyhogy egy ilyen verziója lesz, amikor én táncolok, és az Ádám mellett nem zenél ehhez. Ez lesz. Aha, mert pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy ahogy én láttam egy promó videót, és abban azt láttam, hogy az Ádám nem csak mint zenész vesz részt ebben, hanem mint, tehát hogy meg is mozdul, és hogy ez volt egy kicsit a kérdésem, hogy ez hogyan alakul, de akkor ezek szerint ez most nem így lesz. Most nem így lesz a tervek most szerint. Nem így lesz. Most nem így lesz, de amúgy... Aha. Amúgy lesz még tavasszal is olyan verzió, ahol ő is megmozdul. Izgalmas. Hát csak mert ez olyan, tehát ez nagyon érdekes volt nekem, hogy valaki, aki, tehát én is szintén nem foglalkozom tánccal ilyen profi szinten, és hogy ez tök érdekes, amikor egy projekt így tud alakulni, hogy akkor mégiscsak így kiterjesztődnek valahogy ezek a médiumokkal való dolgozások. Igen, én úgy szoktam ezt érzékelni, hogy nekünk van egy közös anyagunk az Ádámmal, és akkor ez így lélegzik ahhoz képest, hogy egy lehetőség, egy helyszín, egy közösség mennyire befogadó, mennyire alkalmas, most inkább a helyszín, nem a közönség, hanem milyen a talaj, tehát ilyen dolgoktól is szokott tűzni, ilyen nagyon alap dolgoktól, hogy ott tudjuk-e játszani, hogy mekkora a tér, vagy ha csak ekkora, akkor hogyan oldjuk, akkor milyen részek férnek bele, tehát van, hogy csak ilyen nagyon praktikus indogok is voltak arra, hogy éppen hogyan, milyen verziót adtunk elő, úgymond ebből a 6-7 alkalomból. Úgyhogy ez izgalmas, és szerintem nagyon-nagyon sokat adott hozzá a mi előadói kapcsolatunknak, meg a darabnak az alakulásához az, hogy ennyi helyen, ennyi verzióban már tudtuk játszani, úgyhogy én mindig nagyon szeretem a továbbjátszást, mert azt gondolom, hogy a darab maga elkezd élni, és abból
mindig azt érzem, hogy abból lehet tovább táplálkozni és tovább gondolkodni, hogyha ez így ki, ilyen csúnyán mondva ki van játszva, tehát hogy nem csak elkészült premier, azt leszámoltuk, és a vége, hanem úgy, a polcba. Igen, hanem van ideje, én ezen belül, hogy szeretem ezt így többször, és próbálok is, tehát direkt adogatom be, hogy hát amennyire a magyar rendszerben ez a továbbjátszás ez lehet, lehetséges, azt ki lehessen használni. Igen, ez érdekes, mert azt mondod, hogy akkor ez inkább egy ilyen közös alkotói folyamat. Tehát, hogy ez nem... Tehát, hogy te vagy a mamája, gondolom valahogy, és akkor de hogy azért ez attól is alakul, hogy ő mit gondol, vagy ő... Tehát, hogy akkor ez egy ilyen közös dolog, amit létrehoztok. Az Ádámmal ez nagyon-nagyon közös volt. Igazából a korábbi, a sosem voltam még ennyi semmi, 19, az is egy eléggé közös dolog volt, ott talán annyiban mondanám, hogy több konceptuális adagot hoztam be, mint ez, de hasonló, kicsit más volt a munkamódszer is tényleg, de az egy az egyben az nagyon közös, tehát ott is én vagyok az indítója, de aztán az anyagok, amik születtek, igen, azok meg annyira közösek, hogy ezt mindig hangsúlyozni kell, hogy ez... Igen, értem. Ez nagyon egy párhuzamos munka volt. Igen, erre kíváncsi is voltam. És most, hogy felhoztad, a sosem voltam még ennyi sem, mert én ezt láttam, ezt a darabot, és azon gondolkoztam, mert nem nagyon sok érzelmet elindított, és azon gondolkodtam, hogy ez mennyire fontos neked, hogy ez, tehát én azt éreztem, de persze ez csak az én befogadói nézőpontom, hogy ez nagyon személyes volt ez a téma, és hogy ez mennyire igaz, amit én gondolok. Hát minden valamelyes személyes, vagy kicsit azt szoktam mondani, hogy ami a legszemélyesebb, az a legáltalánosabb, vagy nekem van egy ilyen hitem ebben. Persze, én önmagamból táplálkozom elsősorban, ez lehet, hogy uncsi hangzik, de a gondolatok szerintem onnan... Szerintem nem is lehet csinálni. Is belülről szoktak jönni, hogy van valami érdekel engem egy téma, és akkor utána azért utána olvasok, keresgélek, tehát hogy akkor abba belemegyek, de az első szikra az eddig így volt, hogy az valami engem érdeklő téma volt. Lehet, hogy egyszer csak majd lesz olyan, hogy nem tudom, meglátok egy festményt, és akkor ez az, tehát ez is elképzelhető, hogy egyszer majd máshogy lesz, de mostanáig egyelőre ez volt, hogy valami ott elkezd dolgozni, és akkor azt próbáljuk valahogy megvalósítani egy megfogható formában. Tehát akkor azt mondod, hogy tehát hogy akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen ilyen gondolatokra, meg ilyen koncepciók köré épülnek ezek a dolgok, és akkor az utána elkezd egy önálló életet járni, ezt jól értem? Igen, így lehet, hogy én bedobom ezeket a gondolatokat, akkor a köré még ők is mondanak sokakat, nagyon sok kép születik, nekem ez mindig fontos, a képek megléte, ezt így szoktam is említeni, hogy én lerajzolom ezeket a képeket, amik nagyon, nagyon csúnyák, tehát nem publikusak a pálcika emberkék, de hogy alapvetően ilyen szerkezetek, hogy én mit szeretem, valami ott ezzel a képpel akarok dolgozni, és akkor azt valahogy létrehozzuk a próbateremben, és megnézzük, hogy abban mi lehetséges, tehát több ilyen jelenet is van az egy az egybenben is, hogy csak egy érzés, csak egy állapot, csak egy textil, ugye hát az egész vagy a hosszú anyag szoknyát használ, tehát ez nyilván is egy kép volt, hogy és akkor először a varrónőhöz, mert így kezdődött a próba, hogy a varrónőhöz mentem, hogy ezt kérem, tehát hogy és akkor mondtam, hogy jó, most ebbe beleteszem ezt a nem tudom 10 000 forint anyagot, vagy lesz bele valami, vagy nem. Így szoktak így egyensúlyozni. Jó, ez érdekes, hasonlóan gondolkodunk erről, azt hiszem. Jó, akkor még ilyen zárásként azt szeretném megkérdezni, hogy akkor 14-én ugye lesz a kultúra keretein belül, az irány a gyár keretein belül egy valami, én nem tudom, hogy ez micsoda, hogy ez egy darab, vagy ez egy bemutatás, vagy szóval, hogy mi fog ott történni, ez az otthon emlékezete címet viseli. Igen, ez az otthon emlékezete, az nagyjából a következő projekt, darab. Még nem állítom, hogy ebből majd egy feltétlenül egy nagy táncszínezi darab lesz, azért szeretném, zárójában megjegyzem, de egyelőre még nyitva van ez, hogy és az anyaggyűjtés és az inspirálódás állapotában van.
És akkor ez egy kutatási folyamat, egy igen tág helyzetben lévő, nyilván akikkel együtt gondolkodom velük, már nagyon sok meetingünk volt, és ötletelés, és inspirálódás, és anyagok, és szövegek, és saját korábbi munkák. Tehát, hogy van a fejünkben egy jó adag valami, és most akkor ez egy olyan fázisban van, hogy szeretnék egy pár dolgot így kipróbálni igazából a nézőkkel. Tehát remélem, hogy bátrak lesznek, és van kedvük valamit aktívan is kipróbálni, de ha nem is annyira, akkor is, akkor pedig szóban, meg írásban szeretném, hogy még így kicsit adjanak hozzá az ő saját tapasztalatékból, gondolatukból. Illetve... Tehát ez valamiféle reflekciót, vagy visszajelzést vársz attól, hogy ez hogyan csapódik majd le bennünk? Vagy... Igen, tehát egy ilyen, egy nagyon pici performance része is lesz, és akkor igazából arra is tudunk reflektálni, meg általánosan a témára is. Tehát egyfajta betekintést szeretnék adni, hogy most mi hol tartunk, miken gondolkodunk, és egy ilyen érdeklődés afelé, hogy egy néző hogy gondolkodik, vagy a néző hogy gondolkodik ezekről a témákról. Hú, ez nagyon izgi lesz, ezt nagyon várom. Tök jó, nagyon köszönöm a beszélgetést. Azt hiszem, hogy kifutottunk az időből. Szerintem is jó, igen. Igen. Bocs, nagyon sok minden érdekelt. Jó. Nagyon köszönöm, tényleg nagyon érdekes volt, és akkor találkozunk áprilisban. Jó van, nézőkkel is, köszönjük szépen. Igen, nézőkkel is. Sziasztok! Sziasztok!